És akkor most megszólítom miniszter urat. Jó reggelt kívánok, köszönjük szépen, hogy rendelkezésünkre állt és eljött hozzánk. A háború előtt kicsivel elindult Magyarországon egy haderőfejlesztési program. Miért volt erre szükség? Hát a háború igazolja legjobban, hogy ez egy jó döntés volt és egy időszerű döntés volt, hogy már akkor elindult ez a fejlesztés, hiszen a baloldali kormányoktól örökölt helyzetben muszáj volt lépnünk valamit. A hadsereg eszközállománya, létszámállománya teljes mértékben leépült, és megpróbálta az akkori baloldali kormányzás megúszni a haderőfejlesztés kérdését. Elhangzottak olyan mondatok, hogy meg lehet és meg is kell ezt úszni. És szerencsére a magyar kormány előrelátása igazolta, hogy erre pedig szükség van, és 2016-17 környékén meg is indult ez a folyamat, ami azóta is tart, és egy folyamatos építkezést jelent. Milyen stádiumban van jelen pillanatban ez a haderőfejlesztés? Mik a legfontosabb fejlesztési programok, programpontok? Ez egy nagyon jól átgondolt terv szerint indult el, ami kiterjed a teljes eszközrendszerünkre és személyállományunkra is. Foglalkozik az egyéni, a katona egyéni felszerelésének kiegészítésével és véglegesítésével, hiszen a legjobb toborzó az elégedett katona, de foglalkozik a szárazföldi képességeink növelésével. Itt lényegében sokkal többről is van szó, mint növelésről, hiszen egy teljes a korábbi szovjet eszközrendszer lecseréléséről van szó, NATO-kompatibilis eszközök behozataláról, amelyek már egy nagyon magas fokú digitalizációs szinten is állnak, és a légierő, amelynek ideérthető a légvédelem is, fejlesztése szintén meghatározó jelentőségű. Hogyan hatott egyébként a már több mint 7 éve tartó haderőfejlesztési programra maga az orosz-ukrán konfliktus? Hát természetesen folyamatosan vizsgáljuk a háború körülményeit, annak a katonai szempontból is a részleteit, és ez egyrészt természetesen a haderő fejlesztési program felgyorsítását eredményezte, másrészt pedig sok tekintetben újra gondoltuk, hogy milyen nehéz képességekre, milyen légvédelmi képességekre, milyen légierő képességekre, milyen harcjárásokra van szükség, és ebből fakadóan a jövőre vonatkozóan hoztuk döntéseket, amelyek be is épültek egy nagy tervbe, ami a 2030-ig terjedő időszakra vonatkozik, és az egyéni katonára, az egyéni katona felszerelésének átalakítására, az eddigi beszerzések komplettírozására, majd pedig az új csapásmérőeszközök kifejlesztésre vonatkozik. Van egy toborzás a Magyar Honvédség jelenlegi történetében, egy fiatalítás tulajdonképpen. Mit akar ez, miért van erre szükség, és milyen eredményt várnak ettől? Hát az eddigiből logikusan következik, hogy amikor egy eszközrendszer, egy eszközpark megújul, új digitális eszközök, vagy nagyfokú digitalizációt jelentő eszközök, vagy akár a légvédelem tekintetében, hát ezek már ilyen modern képernyők, joystickek tekintetében, egy más generációra van szükség, arra a generációra, aki egész életét már úgy töltötte, hogy egy digitális érában nevelkedett. De szükség van az új harceljárásokban fiatal, fit, jól kiképzett emberekre, akik ismerik a modern hadviselés módját, vagy könnyebben megtanulják azt. És hogyha egy fiatalos képet akar a haderő magáról mutatni, és a magyar fiatalokat akarja megszólítani, és egy bátor, hazafias magyar közösségbe invitálni ebbe az új magyar high-tech haderőbe, akkor szükséges, hogy mind a tiszti, mind az altiszti állomány ilyen képet is mutasson. Miniszter úrnak nagyon szépen köszönjük, hogy itt volt velünk, és köszönjük, hogy elfáradt hozzánk, és bízunk a toborzás nagy sikerében. Köszönöm szépen.